Jaj, de jó, hogy ez mikorog. Miért mikorog? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az áprilisi összegzésem lesz, és nagyon gyors lesz a dolog, mert kemény három könyvet fejeztem be a hónapban, amiből egyet kb. Még márciusban fejeztem be, csak így kb. Egy órányja átcsúszott áprilisra. Volt egy kisebb olvasási válságom, igen, amiből most már talán jövök ki. Szóval az első könyv, amit befejeztem áprilisban, az a Lány, aki tud repülni folytatása volt, angolul, mert magyarul nem jelent meg, és ez Victoria Forrestal volt, a The Boy Who Knew Everything. Nem volt rossz, viszont szerintem nem fogom befejezni a sorozatot, ennek még van egy része, viszont ahogy olvastam Goodreads-en, nagyon nem fejezi be a sztori magát, vagy hát nem is tudom, hogy mondjam ezt. Igazából ennek az első része jó volt, a második rész is jó volt, csak a második részben már sokkal több olyan esemény jött be, amik ilyen nagyon hézagosak voltak logikailag, tehát hogy nagyon kellett hozzájuk hunyorítani, hogy azt mondjam, hogy oké, túl tudok ugrani mondjuk ezen meg ezen a részleten, ami így kicsit olyan, mintha nem lett volna átgondolva a koncepció így az első rész után. Aztán jött ez a második. És amúgy igazából nem volt rossz, csak nagyon sokszor így úgy voltam vele, hogy igazából nem tudom, hogy ez honnan jött, meg hová megy. Viszont izgalmasan záródott. Viszont elvileg a harmadik és utolsó részben, ami gyakorlatilag itt ebben a második részben, aminek így megágyaztak, hogy mi kéne, hogy történjen a harmadik részben, az így el van felejtve a harmadik részben, és így soha nem kezdünk vele semmit. Úgyhogy emiatt nem szeretnék még egy 8 órás hangos könyvet végighallgatni. Szóval nem voltak túl jók róla az értékelések, úgyhogy szerintem ezt a sorozatot ezek után nem fogom befejezni. Jó, de ennek a legnagyobb részét egyébként még márciusban hallgattam. Csak átcsúszott. És akkor jön a következő könyv, ami a BookTube könyvklub közös könyve volt áprilisban, ami a Nem mézes hetek volt, és ez már megjelent magyarul, csak én félig hangos könyveztem, félig e-bookoztam, úgyhogy nem tudom mutatni. Ez egy nagyon-nagyon jó könyv volt, és nagyon-nagyon kellett a kis lelkemnek, ez egy humoros, romantikus történet. Igazából a sztori nagyjából annyi, hogy a főszereplőnk testvére az házasodik, viszont az esküvőn mindenki ételmérgezést kap, kivéve a főszereplő, és a főszereplőnek az ős ellensége, aki egy férfi. És hát ezért ők ketten kell, hogy elmenjenek a vissza nem mondható nászútra, Hawaii-ra. És innen lehet gyanítani, mi fog történni Hawaii-on. De annyira jó volt, a humora tényleg a könyvnek, és minden így a megfelelő mennyiségben volt. A karakterek kommunikáltak egymással, és a fő konfliktus nem az okozta, hogy félreértettek valami triviális dolgot, aminek kifejezetten tudtam örülni. Ráadásul ebben volt egy darab úgymond explicit szexjelenet, ami pont annyira volt megírva, ami a tökéletes mérték. Tehát, hogyha így lenne minden könyvben szexjelenet megírva, nem lenne velük problémám. Mert hogy így el volt vetve, meg volt neki ágyazva, hogy ez itt most meg fog történni, de nem volt túl részletezve, nem kellett végignézni az egészet. Tökéletes volt így, ahogy volt. Igen, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy hát végül is 4,5 csillagot kapott, szerintem azért, mert ugye hangos könyvbe kezdtem, és ott az eleje az kicsit döcögött, de azért, mert a hangos könyv narrátora kicsit furi volt, nem. Nekem nem passzolt a könyvhöz a narrátor, úgyhogy szerintem az egy icipicit rontott az élményen, de amúgy meg miután átváltottam el könyvre, utána nagyon gyorsan végeztem vele. Szóval nagyon jó könyv volt, úgyhogy felültem most egy kicsit az ilyen romantikus, könnyed romantikus vonatra, mert az most jót tesz nekem, az most kell. Úgyhogy ezek után elolvastam, illetve hát hangos könyvbe kihallgattam egy olyan könyvet, ami fú, hát én nem tudom, Emmával már mikor néztük, hogy ezt mindenképpen akarjuk olvasni, és most jutottam el odáig, hogy akkor, hogyha fönn van a scriptben, kihallgatom. Ez pedig Emma Lordtól volt a Tweet Cute, ami egyébként
teljesen véletlenül pont most jelent meg nemrég a könyv majd képzelni a magyarul. Viszont nem akartam magyarul olvasni, mert hogy ebbe ugye tweet csata, vagy a tweet háború, valami ilyesmi a magyar címe, de az a lényeg, hogy ebben nagyon sok ilyen szarkasztikus, meg beszólogatós tweet van, amit szerintem, főleg, hogyha itt szlengesen van eredetiben, akkor ezt nem lehet jól átfordítani magyarra, úgyhogy nem is akartam magyarul megpróbálkozni vele. Ez is nagyon cuki volt! Igazából ennek az a szituációja, hogy a két főszereplő, ráadásul dupla narrátor volt, tehát volt egy a női főszereplőhöz, meg egy a férfi, vagy hát a fiú főszereplőhöz, a lány meg a fiú külön narrátort kapott, ami szerintem tök jót tett egyébként a hangos könyvnek, meg jók voltak a narrátorok. És hát a lány szüleinek egy ilyen nagy McDonald's kaliberű, vagy hát McDonald's fele haladó hamburgerezős gyors étteremláncuk van, a fiú szüleinek meg egy darab éttermük van, de ott nagyon jó grillezett sajtot adnak, és amúgy amennyi kajában a könyvben volt, mindig éhes voltam tőle. És nagyon szeretnék most grillezett sajtot enni. Most eszembe jutott, és ez nem volt jó, mert már amúgy is éhes vagyok. Ők egymásnak esnek Twitteren, a két cég Twitter fiókján keresztül, de ugye közben ismerik egymást a való életben, és csak hogy még egy réteget rátegyünk, az iskolájukban van egy ilyen anonim chat felület, amin szintén beszélgetnek egymással, de nem tudják, hogy ki a másik fél. Nagyon-nagyon élveztem, főleg, hogy ez ilyen végzősök is ráadásul benne, és szerintem egy csomó ilyen tök jó dolog följön benne ennek kapcsán, és végtelenül cuki volt. És végtelenül sokat vigyorogtam rajta a buszon, ami kicsit illegálisnak tűnik néha, tehát amikor így ül az ember, hallgatja a kis hangos könyvet, és így és aztán belegondol, hogy mit gondolhatnak róla, hogy mit hallgat. Igen, de nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre elolvastam, és majd lehet megremeg a kezem bookdepository, mert azt így szeretnék egy saját példányt ebből. Az egyetlen problémám az volt vele, hogy a végét ilyen nagyon gyorsan lecsapottnak éreztem. Tehát, hogy ott még lehet, hogy egy kicsit ki lehetett volna jobban fejteni, hogy mi történt, mert elég hirtelen ért véget, de egyébként jó volt. Úgyhogy végül is egész jó, mert ez a két romantikus könyv, tehát a Nem mézeshetek és a Tweet Cute, ez nagyon sokat lendített rajtam szerintem a múlt hónapban, és akkor majd most már talán több könyvet fogok tudni olvasni, befejezni. Még úgy is, hogy záróvizsgára tanulok. Én ezt a három könyvet fejeztem be áprilisban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!